Sziasztok, Magyar Dániel vagyok, a Tech2.hu adását láthatjátok, és az itt előttem álló készüléket fogom most gyorsan tesztelni, ami az Asus Transformers Book névre hallgat, T100T típusú a készülék. Itt láthatjátok, hogy be is van kapcsolva, és dokkolva van a billentyűzet dokkolóra a készülék. Gyorsan be is lépünk. Nézzünk meg egy intézőt, mindjárt meg is nyitjuk, és láthatjuk, hogy közelebb húzom, akkor láthatjátok, hogy egy most jelen esetben a billentyűzetben egy 512 GB-os tárhely található, illetve 64 GB-os verziót kaptuk meg ebből a készülékből, mert kb. 370 euró környékén mozog árban most jelenleg a piacon. Ha lecsatlakoztatom vagy leválasztom a dokkoló állomásról, akkor látszik is, hogy el is tűnt az az 500 GB-os plusz tárhely. És visszacsatlakoztatom. Elég gyorsan csatlakozik. Kipróbálva a billentyűzetet, egyébként műanyag borítás bír teljesen a váz. Hogyha egy picit nyomkodom, lentebb veszem mindjárt a hangerőt. Kicsit műanyag hatása van egyébként, vagy túlságosan műanyag hatása van, és zajos maga a touchpad is, touchpad része is. Én előbb nyúlok, vagy szívesebben nyúlok hozzá például az érintő felülethez. Kicsit kellemetlen nyomkodni, vagy nem túl praktikus nyomkodni ezt a touchpad felületet. Kicsit közel vannak a billentyűzetek egymáshoz, tehát hogyha gépelni szeretnék, akkor számomra egyébként nincs nagy kezem, de nem túl kényelmes a billentyűzete. Viszont, hogyha így átforgatom, láthatjátok, hátul egy fémpánttal van csatlakoztat, hogy arra az tartja hátul a készüléket, hogy stabil legyen maga az eszköz, és ennyire nyitható ki ez a maximális szög, amennyire ki lehet nyitni a dokkoló egységből a készüléket. Nézzünk meg egy rövid képernyő tesztet a készülékkel kapcsolatban. Egy említettem, nem full HD-s a készülék, sima HD felbontással rendelkezik, 1366x768 ez a felbontás, és felveszem itt mellette az iPad Mini-t, amit azt gondolom, hogy egy iPad, 7, egy iPad Mini mellette, és maximálisan felveszem a fényerejét a készüléknek. Itt láthatjátok, hogy csak betöntem abba a szögbe körülbelül, akkor azt gondolom, a fényerőssége az iPad Mini-nek egy picivel erősebb. Most, hogyha leveszem minimálisra ezt a kijelző fényerőt, akkor látható, hogy viszont a minimális fényerő az körülbelül azonos egyébként. Teljesen jó. Nekem az iPad az, amire azt gondolom, hogy olvasásra, éjszaka is teljesen kellemes a szemnek, de hasonló a Transformers Booknak is most jelen esetben a fényereje. Tehát ez egy nagyon kellemes, éjszaka is könnyen olvasható felületet biztosít majd. Visszavesszük maximumra. Rendben. Felül található egyébként egy 1,3 megapixeles kamera. Nézzünk meg egy gyors tesztet. Feltettünk 2-3 programot a készülékre. Legyen az első mondjuk a multitouch teszt. A gyártó szerint egyszerre 5 ujjat tud érzékelni maga az eszköz. Hát nézzük, hogy ez igaz-e. Mind az 5 ujjamat érzékelt, ide teszek egy 6. ujjat, azt már nem. Tehát megfelelően működik. Nézzünk meg mondjuk egy 3D Markot, azt tettük még rá. Ez egy tesztprogram, alapvetően az alap információkat fogja elárulni a készülékkel kapcsolatban, illetve összehasonlítást fog végezni egyes készülékekhez képest, hogy mennyivel múlja felül vagy alul teljesítménybe. Én ezt futtattam le egyébként, ezt az iStorm Extreme-et, az Full HD-s felbontású tesztet, meg is nézzük az eredményt. 8822 pontot ért el. Mindjárt összehasonlítjuk, hogy ez mit takar és mit talált benne. Valóban a 3740-es Intel Atom processzor található benne, tehát ez 1,33 GHz-es, itt láthatjátok is közelebbről. 2 GB RAM található benne, a súlya 550 g magának a készüléknek. 1,2 megapixelt ír itt jelen esetben a készülékre ez a tesztprogram. És nézzük, hogy mely eszközökkel lehetne összehasonlítani. Például itt található az Asus Transformer Bookunk, és ehhez képest mondjuk
mi az, amit is, egy Asus Nexus 7 gyengébb pontozást ért el. Látszik, hogy egyébként mindent kimaxolt, a grafikai teszten itt látható a minimális érték egyébként az egyes grafikai teszten 36 fps volt, a maximum az pedig 44,7 fps. A kettesen, ami kicsit erősebb, ott pedig 23-ra ment le legalacsonyabbra, és 27 a maximális FPS szám, amit megjelentett, tehát igazából teljesítményben nem lesz, úgy gondolom, hiba a készülékben. Oké, és nézzünk meg akár egy játékot is vele. Gyere, kilépünk, és keresünk. Minionrást tettük rá. Ez a billentyűzet egyébként elég fura, én nem szívesen használom. Előbb nyúlok, mondom, a kijelzőhöz, és sokkal, sokkal kényelmesebb. 10 col, tehát úgy átérni rendesen kézzel nem túl kellemes. Nézzük meg, fentebb veszem a hangerőt, hogy milyen a hangja a készüléknek. Hopp, ez nem akar nagyon reagálni. Most van maximális hangerőm. De nem az igazi a hangja, hogy őszinte legyek, tehát nem kell tőle sokat elvárni. De mondjuk ennél azért többet gondoltam róla. Gyors, tehát most nem akadt meg, relatíve mindjárt picit mozgatom, hogy mi az, amit... Oké, azt írja, hogy most mozogni kell, majd le is választom gyorsan. Nézzük meg, oké, right és left. Press hold right, left arrow, oké. Mivel lecsatlakoztattam, ezért most nem akarja, tehát nézzük, mondjuk így ezzel meg ezzel lehetne mozogni. Oké, tehát ezzel fogom tudni. Nézzük meg, hogy milyen gyorsan reagál akár az ilyen mozgás. Egy picit most beszaggatott egyébként, nem tudom mennyire látszott. Hát alapvetően igazából nincs vele gond, nyilván nem is egy minionrással lesz szerintem, de grafikai teljesítményben sincsen gond a készülékkel, tehát elég gyorsan mozog. Oké, ezt a minionrással befejeztük. Nézzük meg, hogy milyen lenne pluszba a keyboard, miközben itt írhatnánk vele. Kicsit pötyögök vele, hogy milyen az, ami egy hogy nyomódik le. Gyorsan reagál, tehát kényelmesen lehet ezt is használni. Nincs vele probléma. Nézzük, nyissunk meg egy böngészőt, milyen gyorsan nyílik meg. Fehér egyébként teljesen kellemes, tehát természetes a fehér szín. Elméletileg TFT, normál TFT megjelenítéssel bír, tehát nem ledes kijelző van benne, hanem normál TFT. És egyébként a színinvertálódást, hogyha megnézzük és elforgatom, akkor teljesen kellemes, ugyanúgy lehet látni, azt gondolom, majdnem 180 fokból, vagy közel 180 fokból is, 179 fokból is tökéletesen lehet látni a kijelzőt. Nyilván nem tökéletes a szín, tehát kicsit invertálódik, de én azt gondolom, hogy ez teljesen belefér ennél a készüléknél. Nyissunk meg mondjuk egy honlapot. És milyen gyorsan tölti be. Maximálisan van most a készülék szerint egyébként a térerünk, amit elérünk. Mégsem nagyon akarja betölteni a Tech 2 honlapját. Jó, hát ez nem jön be. Ennyi lett volna a rövid tesztünk a készülékről. Itt láthatjátok még egyszer, hogyha így előteszem, hogy úgy néz ki. Ami nekem nagyon tetszett benne egyébként, ez a pánt megoldás itt. Mondjuk ehhez képest akkor mutatok egy alternatívát. Ugye ez nagyon jól tartja szerintem magát a tabletünket. Ehhez képest mondjuk itt van nálunk egyébként, megmutatom, a Samsungnak egy Ativebook 3-as nevű készüléke. Itt így belecsatlakoztattuk, hogy belepattintottuk magába ebbe a vázba, és külön töltőegysége van egyébként ennek a kis keyboard dokkoló egységnek, tehát a billentyűzet dokkolónak. Számomra ez kevésbé szimpatikus, nincs alatt a touchpad, tehát ezen az alsó részen, és alapvetően
maga a készülékhez az, hogy pluszba itt, hogy láthatjátok, egy töltési lehetőség párosul, és külön töltjük a készüléket, ez talán egy kicsit kellemetlenebb lehet hosszú távon, hogy két töltőt is kell vinni. Tehát hozzá képest mondjuk ez a Transformers Book, ez egy jobb alternatíva. Az árait, hogyha három verzió érkezett ki egyébként, és hogyha összevetjük, ebből érkezett egy 64 GB-os ugye belső tárhelyen rendelkező, illetve az 500 GB-os, ami a dokkoló egységben van. Ez a verzió, ez 370 euró környékén mozog. A másik, amelyiknek 32 GB-os a belseje, illetve 500 szintén a billentyűzetben található, az 50 euróval kevesebb, tehát durván, 379 volt az első, ez a második pedig 329 euró környékén mozog. A harmadik pedig, amikor nincs a billentyűzetben az 500 GB-os tárhely, abban az esetben szintén 50 euró még az árcsökkenés, tehát 279 euró környékén mozog az az ár. Én azt gondolom, hogy a belső tárhelyre ez a 3500-as verzió, 32 GB, illetve a billentyűzetben található 500 GB-os tárhelyjel, az a 329 eurós ez nagyon kellemes ár érte, ez kb. 100 000 forintnak megfelelő összeg, teljesen jó. Azt gondolom, hogy a billentyűzetet én nem feltétlen használnám, hogyha ezt a készüléket vásárolnám meg, de ezért az árért ez a dokkoló egység például nagyon hasznos és jó funkcióval rendelkezik, nem kell töltenetek pluszba, úgyis egy micro USB-vel ugyanúgy tölthető ugye az a rész is. Maga a tablet, tehát egy kellemes eszközről volt szó. Köszönöm a figyelmet, nyugodtan iratkozzatok fel, Magyar Dániel hallottátok, tech2.hu-n továbbra is megtaláltok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!